Hello! Megérkeztünk Magyarországról, és ennek tudatában fog zajlani a következő megmozdulás. Mami Blue! Na csőváz! Úristen, előjöttem 3000 előtt. Azért az már... Döbbened, bazd meg! Ez ki ez? Tavesz! Meg leszel popozva? Csak ennyit mondok, te gyászos! Hogy nézen ki? De ez mi a fasz már? Őszintén. Nem már. Ma is egy szexi vagyok, Olivér. Nem halljuk őket? Nem mondott semmit, tehát úgy nehéz hallani. Az durva. Érted, szóval vannak ilyen problémák. Ne legyen már több Hector skin. Azért, mert elsírom magamat. Már most is érzem, hogy görbül a szájam. Régi matricák bent maradtak. Hát meg tudod nézni, ha van szubod. Ja, nincsen. Hát akkor ez olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy mennyi letankolni. Ja, de nincs mibe. Érted? Most ezt nem bántásban mondom, őszintén. Tehát, hogy... Vagy azt kérdeznéd, hogy Afrikában milyen az idő. Érted? Ki a faszt érdekel, nem Afrikában vagyunk. Úristen! Azt figyeld, milyen a verda. Tér az... Ez a hurkazsír... Ez már ott szúr a honkel. Inkognitóba leszek most végig. Na nézzük, mi van a kuksziba. Múltkor volt nálam fegyver. Hát eltűnt. Eltűnt. Eltűnt a fegyver, szia. Eltűnt. Azt a kurva, Laci, kösz szépen a szubot! Subgift 10 000 darab. Azt a kurva, hány darab ez? Jézusom. Nagyon szépen kösz, Takás Laci. Hihetetlen nagy faszod van. Dávid a 145-öt, Áron a 27-et. Addig mulatok! Mindig elfelejtem rögzíteni az élőadást. Az meg. Most nyomtad meg a gombot, azt kapok egy libacombot. Kösz szépen, Lackó. Szevasz, Joker. Szevasz, öreg. Geci. Figyelj már, hogy a faszomban van az, hogy az előbb az meg te ott voltál, most meg itt vagy, ha? Most nagyon kezdek aggódni. Van egyik kertes vérem? Egy elfeledett? Vagy mi a rongyos fasz? Mi? Van egyik kertes. Hát köntösbe ott pózolt valaki, az úgy nézett ki, mint én. Mi a geci történik itt? Hát? Álmatlanság, álmatlanság szerintem. Szét lett baszva itt minden. Most már kezd fölmenni az agyvizen. Mi történik mi van, itt? Hát honnan tudjam, álmatlanságba szenvedsz? Hogy lennék kertes sugarról? Csak tudnál, nem? Botrány fogok csinálni. Hát megyek az ombudsmanhoz. Passzomba. Vannak a lallerék, nem tudod, hát. Azt nem. Kiszopják a paszt. Az jó. Ezt tudom. A más nem a... Én azt kihagynám. Nézem, milyen patika ez a gép, hát. Azért ez nem semmi. Jó karba van tartva, hát. Hát hogy a passzomban-e? Figyelj már! Szeretsz kamionozni? Hát azért ne túlazzunk. Nem jó, akkor meg se kérdezek sem. Nem én, mi van? Kamionozni kell? Fuvarozni kell? Vagy mi? Mondj egyet, ha gondolod. Gyerünk, merre kell menni? Hát mikor merre? Már megy kicsit. Peti, kösz szépen a szubot! Hangos volt a zene. Marti, kösz a 25-öt! És Peti a szubot. Szevasz, geci pisztol. Mi a helyzet? Hogy vagy? Mi a helyzet? Hát jó vagyok, köszönöm. Mondanám, hogy ülj be, de megmondom őszintén, elfogyott az összes hely. Csomagtartóval befejezhetek. Az a baj, hogy így van, tele van, mert most voltam izén,
Hoztam cigit, ja. Ilyen izé frilukiban tele van. Több csík van belőle, tudod. Szóval... Értem, na mindegy, akkor hozok egy kocsit. Hát ne, nem tudsz, mert sajnos izé van. Bezárt a garázs, képzeld. Jaja, meg behozták országosan a korlátozásokat, tudod, és nagy a légszennyezettség lesz. És sajnos egy Laszik össze az ötvenet és a százat. Az egy autó. Másik Laci. Ja. Hát igen. Hát jó, és merre ment? Hát, sem erre sajnos, mert most titkos küldetésben vagyunk, sajnos nem mondhassuk el neked. Ja. Képzeld. Hát sajnos nincs rendben, mert elfogyott a rendben. Öreg, figyelj csak. Igen? Van az a pénz, nem tudom. Persze. Ah, mondjuk én. Lali, elnézést, gyerek, hogy közelebb egy kicsit az ablakon. Mondjad. Szóval, mennyi pénz van nálad? Nálam most nincsen se semmi. Jézusom! Most. De nincs messze a bank. Igen? Hát mennyi pénzed lehetne, ha elmennél a bankig inkább? Mert bérletet tudsz venni a csomagtartóban most egyébként akciós. Ja, hát én egész most napra. Nem tudok, nem megyek most itt. Hát itt sajnos itt nem csinálod semmit, mert ez megvettem az egész területet zsebből, úgyhogy mostantól kezdve ez az nem enyém. Nem akarok menni. Hát az a baj, most sajnos muszáj menned. Viszont el kell menned a bankba. Még azt mondtátok, hogy nem mehetek. Hát innen menned kell. Innen. Ne haragudj. Ne haragudj. Helyett a csomagtartalban. Lali! Megint izé, megint okoskodol? Dr. Bubó geci! Figyelsz! Igen. Szóval, sajnos mindenképp jönnöd kell, de bérletet kell váltani a csomagtartóba. De neked nincsen pénzem. Hát el kell menni a bankhoz. Elkísérünk, figyelj, plusz kíséret a persze. Bankig, azt számolok, osztok, szorzok, 15 ezer dollár. Strigolok az egy dodót? Hát annyi nincsen. Jó, hát ezt utólag kamatokkal is le tudjuk rendezni, Lali, ez nem probléma nekünk, tudod? De csak azért, mert jó barátok vagyunk. Köszépen, Márkusz az 50-et ADD csorokat. Mindig kijönnek egymással. Tudom? Szomcsi vagyok, hogy a családod fontosabb, mint a hónapi rezidentívből. Elnézést, bocsánat, most sétálási adót kell fizetni egyébként, sajnos. Ez a szabály. Igen, megvásárolta ezt a törvényt az öreg. Így van, és behoztam, szóval lépésenként egy dollár. Ja. Így van, de Lali, az öreg mindjárt gondolt, erre is van bérlet, ahogy a csomagtartóra is, és az itt lakásra is van bérlet. Tudod, mindet megvásárolhatod. Hát az, ez van Lalikám, de a baráti árakat mondok, ne aggódjál, oké? Mert hát barátok vagyunk, érted? Szóval ez a helyzet. Barátok vagyunk, ugye Lali? Igen, azok vagytok, igaz Lalika? Sőt, tudod mit mondok? Tudod mit mondok neked? Vagyok egy annyira úr, hogy megelőlegezem neked a csomagtartóba a helyet. Most beszállhatol, elviszünk a bankba. És akkor megkerülöd a sétálási adót. Mit gondolsz? Rendben. De szurod, hogy ezért tartozol egy szívességgel, mert azért ez egy de nagy most áldozat. Most ha elmegyünk a bankba, mit csinálunk, mert nincsen pénz a számlában. Na, Lalika! Vigyünk, telefonfülkéhez vigyünk föl, hívod anyádat, hogy súlyos tartozásokat halmoztál föl? Nem kell. Na ugye, csak ott van az a lóvé. Akkor most mi lesz? Lali, emlékszem rá pár napja, én adtam neked lóvét a sok rablásból, azt figyelj, de azt az a nyáma. Aki dolgozik, he? Be is szartam, geci. Szóval figyelj ide! Tiszta post lett a kárpit. Lajosom, 10 000 dollár most csak ma, rendben? De ez baráti, másnak 20, érted? 10 000? Háhogy, de hát ez ajándék annyi. De baráti. De így kibéreld a csomagtartót egészen a mai napra. Hát de... Jaja. De nincs, de hát Lali, sokkal drágább a gyalog azt, mint az öregnek kifizetel a 15 000-et. Hát persze. 15 000 a gyalogsági díj. Azért az elég kemény, mondod már, minden lépés egy dollár. Betty, kösz szépen a subgiftet, nem tudom, az volt, de köszönöm. Új emótok vannak, srácok, és régi szexek. Berakom, ami nálam van. Na. Akkor 10 000 öreg? Most pont annyi. Köszönöm szépen, Lali. A mai napra meg van fizetve. Ezt valaki kapcsolja ezt a szart, hát. Miért nem fekteted ki, hát? Ki kell fektetni? Érted? Most már ide jövök.
Hát persze, hát most már megvan a bérlet, Lalika. Hát ne viccelkedjél. Köszönöm. Ez a minimum. István, kösz az egy dodót. De arra helyre van, csak gyönyörű vagyok. Nem előre, nem hátra. És csak... Egyéb... Rákot kieszed a kurva anyádat, te! Most nagyon izé idegben vagyok, van fegyver nálatok? Hogy ne volna. Ki kéne pusztítani ezt a rákot? Nem ment? Mehet is. Figyelj már egy pillanatra, nem tudnám megállni a kurva anyádat, de csak egy pillanatra, hogy basszalak teherbe, te buzi gyerek. Lőd már ki a passzomba, hát. Miért nem lövöd ki? Lőjed már. Ó, van lehet, itt nem lehet, ha? Esztet is. Ilyenkor egyébként az adminok szúnyókálnak, vagy mi a geciban? Akarom mondani az istenek. Szovelnak, vagy mi? Most nem bántásból kérdezem ezt. Nem tudom. István, kösz az egyet, Bálint a két hónapot. Mi történt? Megöltétek? Hát, baszd meg, dehogy is. Igen, ilyen nincsen, a világ nem baszott még ilyet. Szálljatok ki, mert most kurva ideges lettem. Szétbasz az ideg. Nem értem amúgy, hogy milyen faszom van ilyenkor. Mondjuk lehet, hogy most én vagyok izé. Egy stressz csomó. Egyébként annyira pofátlan egy geci tróger gyerek tetti mostanában, hogy az öreget arra kényszerített, hogy a saját autóját szerelje meg. Mi? Mondd, hogy ez nem így van, mert igazat szólok, Lali. Ez igaz. Most mivel kényszerítettem? Hát sajnos... Hát miért kell dolgozni az öreg embernek? A mai világban... Minek nem segítesz neki? Azért, Lalikám, mert mindig a fiatalabb az első, és két a legfiatalabb? Le kell nyugodnom, stresszes vagyok ma. Na ugye, nem vagy annyira hülye, mint Tibik össze a század, Lebi a 40-et. Az öreget meghagyod dolgozhatni. De most, ha véletlen elrontok valamit, akkor bocsinél. Lajos, elnézést, egy pillanat, elfelejtettem valamit mondani, mert... Igen. Most egy új törvény jött a városba, megint. Képzeld el, hogy ezt úgy hívják, hogy szerelés-nézési adó. Hogyha valaki szerel a kocsit, és te nézed, akkor sajnos hát adót kell fizetni. Hát én Jokert néztem. Láttam, a Joker hátta volt, te pelém néztél. És ez a periphériás látásra is vonatkozik, érted? Ja, szóval nem, ha nem direktben nézel rá, de... Mi az? Nem tudom, mi az a perifériák, Lali? Az egy izé, egy bob szerver. Ja. Ah, ezek a perifériák, látod, ezek egy perifériás látáshoz. Egérlátásom van, meg így van. Egér, beszűkült. Amúgy igen. Beszűkült, mint a lyukad, amikor bevágta az izé a tranyó neked, azt hallottam. Nyomtad kifele a kult, mint az izé. Pokrémes doboz, Lali. Ezt mondta a tranyó. Micsoda? Esküszöm neked. Na, elmegyünk a kamionos gecihő? Akarod? Na, menjünk. Mondom, merre van, oké? Okay. Menjél egyenesen, és a kereszteződésnél forduljon jobbra. A következőnél? 200 méter múlva forduljon jobbra. Az, hogy nincs nálam fegyver. Ez, erre mit léptek? Hát, oda nem kell. Kézzeljétek el. Mindig a zsebemről eltűnik a fegyver, az övemről. 800 méter múlva a következő lehetőségnél forduljon jobbra. Jövök már, mint a cunami, testvérem. Ittene? Ó, jaj, bevértem a térdem. Elnézés, Lajos, bocsánat. Fájdalomadó, erről nem beszéltem. Ne. Itt van bent a látor, az állomás, fordul meg. Most jobbra. És itt be. Szóval itt fájdalom adót kell fizetni, Lalikám. Úgy menjél, és itt be jobbra. Az igen. Az igen. Jobbra menjél, jobbra, oda állj be. Látod? Nem, hova? Úgy. Hát ide jobbra, hát. Úgy, hát. Na. Lalika, kiszállás. Igen. De mit csinálunk? Öreg van nálad pénz? Adok, ha nincs. Na gyere. Na mennyi kör? Nem sok van. Adok majd, van nálam vagy 2000 dollár, pont annyi, amit a Lalinak még adnia kéne nekem. Nem nyomtam még a rezit, de a hétvégén szerintem még nyomjuk, nagyon jó volt. Na figyelj, öreg! Ide győsz. Igen? Bejelentkezel munkára. Azt a kurva. Megvan, Lalita nem, csak az öreg. Igen? Hát most már mindegy. Elmegyünk a kamionodért. Jézusom. Nem kell kocsolat. Hát csak bezártam, hogy ne vigyék el a huligánok. Ja, jogos. A nagy huligánok. Ugye, úgy működik ez az egész dolog, hogy most kiveszed a kamionodat, ide, ahol most vagyunk, visszajövünk és felveszed a trailered, és utána útra indulhatunk. Az igen. Az igen, testvérem.
Már rendesen rosszul vagyok, hát egy becsületes munkás ember vagyok, Lali. Mit szólsz ehhez? Hát de most ez nem baj. Te adok pénzt, hát. Mi pénzt köm bele? Attól függ, milyen kamiont veszel, de ajánlom a figyelmedbe a Howler, az a neve, Howler. Az igen, az igen. Azt menjél oda is, vedd le. Oh. Howler, ez a neve, öreg, el ne baszd. Mi az a fantom? Gyere, öreg, he, Lali, te meg gyere ide. Igen. Elvesztek az ölem. De az melyik az a izé? Melyik az a fantom, he? Fantom az a csőrös kamion, öreg! Na! Nándor, kösz a 200-at! Na! Jaj! Az jó van, seggeni. Elférted! Jó, felteszem ide a... Az igen, azt a mindent! Műszerfalra! Éh, hát de össze vagytok borúmba! Jó van, már nem kell irigykedni, tudtam, én nem irigykedek, testvér, csak... Ebből a falatból te is kapsz! A te kapálózásod, Joker, itt már kezd gyanúvá válni! Mindig ellenkezően, nem is, jól is álltok egymásnak, őszintén megmondom. Tudom, köszönöm szépen, ezt tudom nyújtani. Menj a kamion után, balra fog menni. Az igen. Igen, és oda, itt állj meg a zöld konténer előtt, jó? Menjél még oda, menjél, menjél. Melyik zöld konténer előtt, Dick? Ott előtted, a kukás előtt, he! Igen? Itt állj meg, szálljunk ki. Lali, most nem szállhatunk be. Én is szálljak ki? Jó? Ne, te igen, na gyere. És itt van még egy, és itt kiválasztod a trailered. Ennyi van, hogy egyelőre egy trailert látsz, mert minél tapasztaltabb sofőr vagy, annál több trailert tudsz felvenni, és képzeld el, a legnagyobb szinten már ketten is tudunk egyszerre egy küldetést csinálni párba. Azt a kurva. Úgyhogy most ott van, nézd, látod azt a képzeletbeli jelet a tetejét? Hát látom. Tolass rá! Ez mondjuk geci menő, ez nagyon menő. Úristen. Úgy hosszáj ki és ellenőrizd le a három részt a kamion, a papírokat, tudod? Az itt igen. Az első, pont itt, nyomassad, látod? Azaz. Majd nézzem. Hopp, itt a levegőbe megkavarom a dolgokat. Egy kis ricsi-recsi, szipi-szopi távolsági gerincműtét. Igen. Követ. A kerekeket, úgy. Az igen. Fasza, nem? A hátsó ajtót, meg még egy kereket. Nehogy tele legyen migrántó, van, piam. Fővágják a ponyvát. Még a vasat is fővágják egy bicskában ezek. Azt mondod, a migrántók ilyenek, he? Kirágják. Azok ilyenek. Itt van még egy kerék, azt le kéne nyomatnod, de amúgy nem mész át a vizsgán, csak szólok. Krisztián, kösz a 201-et, Misi az 50-et. Tibor a 25-et. A Destination-ök. Lajos, megint... Állomány. Megint izé. Mehetünk, kapaszkodjatok, mert nagyon nagy izé vagyok. Azt látod, kell menni? Ja, fontos szempont, öreg! Bárhova mész, csak tolatvathatod le a rakományt, állít róla. Azt a kurva. Zsa, vágjunk bele. Hát azok, én egy nagyon nagy izé vagyok. Sofő? Hát hogy a geci benne? Ja, Lali, elfelejtettem mondani, képzeld el, hogy bejött az új különleges kamion adózásunk, ami azt jelenti, hogy a kamionba 2-5 ez igaz egyébként, de van izébe is, igen, izé is van. Is van rá. Meg ölbenülési adó. Igen, és hát Lali kiül most ölben. Igen. Hát igen, Lali. Lali, nem neked való ez most nagyon megszokott. Hát most azből mennyibe kerül? Nem a te napot. Hát 10 000 a kettő együtt most pont. Akciósan. Hát akkor majd kölcsön kérek anyámtól. Na jól van. Ez mondjuk geci menő. Az ölbőlési adó és a bérlet is, az 10 000 összesen. Hát hogyne. Hát most a Lali a barátunk, szóval neki elengedjük az áfát, meg ilyenek, érted. Úristen, ez zöld volt. Ajjaj. Itt a rendőrség! Álljon félre a járművel azonnal! Hát húzz úgy félre. Mindjárt. Na, piros a lámpa, Di! Várjál! Biztos úr, várjon már! Kifüstöli, akkor biztos úr? Ott volt, átmen a piroson!
Na ezért mondtam. Annak van mindegy, te kiért. Ezért mondtam. Bazd meg. Micsoda világot élünk. Ha. Már a munkás embert se hagyják dolgozni. Azért még odaérünk, elmondom neked. Lesz egy pár óra így. Hát, bazd meg. Ugye, hát, benzin hogy áll? Van még benne, na. Van még. Jó van, azt majd figyelj, nehogy kitankoljunk. Hát nyomorodjatok le, bazd meg, hát az ődön átmennek. Normálisak ezek? Így, amúgy jó nagy parasztok, igen. Hát bazd meg, egy sofőrban. Sofőrban. Van reflexeim vannak, mint egy izének, mint egy mesterlövésznek. Ó, de úgy fékezkes, hogy az öv úgy van áthúzva rajtam, hogy az Dali torkán keresztül szalad. Nem baj az. Úgy is szerette Lajos a folytogatóst. Dorián, kösz az 50-et. Krisztián a 200. Múltkor láttam, kinéztem az izében a sátramból. Azt verte a passzát, folytogatta magát egy ilyen 4-es hosszabbítóval. He. Most vald be Lajos. Ne hazudjál. Nem, úgy Bertrand azt mondta, hogy ez az. Azt már lilult a peje, he. Azt csinált. Öreg, meg kell fordulj rá. Há hogyne, hát mondom, hogy sofőr van, na, érted. Azt mondom, he. Na bassz meg, itt lakik a profizmus a zsebbe. Jaj. Na, hol van már, erígy már Lali. Ne itt élvezkedjél. Ez munkahelyi szexnek minősül. Na jó lehet ez így vajon? Nem tudom, lehet-e. Mikor ott vagy, megnyomod a tudod, ki írja. Na most pakolják le azék a gibbonok. Ezt mondod. Anyálomat sok elvinni a szenet. Micsoda? Anyálomat sok elvinni a szalihe. 5. Nem nézted mi? Mondom 5, he. Hallasz? Ah, jó van akkor, he. 5. Jó van, nem kell anyálni. Tököm, ő. Dorián, kösz az 50-et és kösz mindenkinek amúgy. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi minden mégis és közben. Váó. Annyira meg vagyok hatódva. Elbírod képzelni azt, hogy egész életedben normális munkát legyen amúgy ezek. Bazd meg, hát hány ingerem van ettől az egésztől. Uha, az ujjamat már nem tettem volna odadig. Asszom. Mondjuk a kaszom nekem a múcsak ért volna oda. Ó, dehogy nem. Kétszer is. Nem kell fölvárni. Miről beszélsz, honnan láttad? Hát Lali mondta, Lali mondta nekem. Ne, én nem mondtam. Ne hazudjál, Lali geci, hát ez fia. Hát itt, már tegnap erről beszéltél nekem. Leskelődöl, Lali. Nem. Azt mondta olyan cseppaszodban, hogy a tyúk nem csípne rá. Azt mondta. Ezt mondta Lali. Nem. Ne hazudjál, Lali. Öreg, ez van hazugság. Ez, hát igen, te hazudsz most. Ezt mondtad. Cseppaszú Jokernek hittad. Nekem meg ilyen. Öreg, ezt mondtad. Meg a telefonodban is úgy van beírva, azt mondtad. Öreg, Lalikám. Ez igaz? Esküszöm. Nem igaz. Ez igaz, hogy cseppaszúnak vagyok nálad beírva? Ez igaz, cseppaszú Joker. Meg kell mutatnod a telefonodat, ami most azonban. Itt van, de hát nem igaz, hát nézd meg. Igen. Itt van kontaktok, ott van Joker. Hát most cseppaszú. Nénes, kösz szépen a szubot! Hát. Aha, láttam, hogy ott jó, van. Aki most benyomja az Ember Energy-s emotokat, az például nyerhet 3 deci tapasztalatot. Mered, az vezet egyben, rárakja a 3 ember a kocsiba a bilincset, és még fegyvert is tartálja. Ez van. Mindezt egy másodperc alatt, érted? Ezt nem tudom, ha valaki nem vette észre, új emotok vannak, srácok, ha érdekel titeket. Ilyen szex emotokkal tele van. Lali, láttam, hogy kitörölted. Miért kell hazudni? De nem azt töröltem ki. Egyszer végre az életbe beismerjed azt, hogy az öregnek igaza van. Mindig azt mondod, hogy hazudik. Nincs vér a pucájában neki, nincs vér. Hát nincsen vér, így van, nincsen, barát. Tényleg? Lali, átnézek most az anyósülésre, a szemedbe nézek. Tudtad, hogy a bérleti szerződés bármikor... Akarsz gyalogolni, passzopó? Akarsz gyalogolni? Válaszoljál, pogas! De nem akarok. Akkor mondtad, hogy csepp haza van, vagy nem? Nem mondtam. Jó? Ki kell szállni. Mi? Nem tűröm a további hazudozásokat. Bocsánatot kell szalíts, bevallod. De nem, hát... Akkor szállják ki, és akkor ugye... Lali, azt mondta... De nem tudok kiszállni. Azt mondta cseppaszodban. Ezt mondta. De nem mondtam. Ne hazudjál! Ezt a mocskos gyereket. Ezt mondtad a Jokerra. Vald az igazat.
De nem ezt mondtam. Akkor mit? Akkor mit? Elmondom neked. Hát na ez az, hogy mit mondtál akkor? Na, kérdezik. Semmit. Ott láttam. Tudod mit láttam? Előkaptad a telefonodat, megnyomtad a gyomgomtörlés. Most oké, ennyi. Ezt csináltad. Azt hiszed, hogy hülyének nézsz? Az én szemem, az még nem a izé. Az nem olyan, mint... Nem olyan, mint a más szeme. Örülök, hogy fel tudom oldani a telefont egy képet alatt. Feloldani. De miért? Mit oldasz fel? Neked kéne feloldani már téged? Tudod mibe? Tudod mivel kéne téged feloldani? Na, mibe? Találd ki, hogy mibe? Én tudom a választ, ne nézz hülyének. Most ezt... Fogadjunk a sausakba. Jéé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  Azt a furva. Megint hülyének nézted az öreget? Ezt tudtam, ez a egyenlődésből milliómosban benne volt. 5000 ezik kérdés. Hát az elsőnél kiparegnél olyan hülye vagy, bazd meg. Nehogy izé legyen. Súlykorlátmérés meg ilyesmi. Nem, az nincsen el. Az meg, mert megbasztam. Sis lehet kicsit a korlát leessen. Elnézést! Mi a geci? Majd nekünk jött ez a baram. Szívül elmondom neked, hogy nekünk közös gyerekünk nem lesz, és nem fogok dolgozni gyárban mostad, jó? Ezt kérdezd meg? Hát, hazudod, a jövő... tudod te a terveket, a jövő megvan, így van, mit nevetel? Ez az igazság! Ne nevessél, Ali geci! Joker, félek, hogy te be vagy kattamva. Na, múltkor kiáltott az öregnek, hogy úristen, én a jövőbe jöttem, azért jöttem a világra, meg vissza a múltból, na igen, ez egy a jövőbe, keresztül. Milyen álom? Ne, miről beszélsz? Szapkodjak, ezt mondtad. Én azt mondtam, ez hogy terminátorok vagy. Ez a te küldetésed, ez egy expedíció, a te léted, egy mission. Mind a ketten terminátorok vagytok. Milyen Joker? Már én bebizonyítottam, én, nekem van egy laborom a föld alatt, titkos a labor. De kezd fővenni az agybizem egyébként. És én ott vettem tőletek DNS mintát, meg igen, ilyenek. És teherbe ejtesz ilyen. Teherbe akkor, Lali, ha? Ti gépek vagytok. Ti vagytok a Terminátor 4. Ebből hosszú séta lesz. Te Joker, te vagy a Sarah Connor. Öreg meg... Balkanfér. Föl a Terminátorból. Kicsit komolyságot kérnék, Lali, jó? Azok után, hogy csepp a szuzol a telefonban. Ez igaz, ez igaz. Dehogy nem igaz, buzi gyerek. Így van, ez igaz. Az öregre rá, a csepp a szabad neki. Nézd az öregre rá, én ránéztem az öregre. Rád is nézd az öregre. Igen, és mit látsz az öreg arcán? Ha ránézed, hogy nem mond igazat. Őszinteséget, Lali. Ezt látod az öreg arcán, minden pillanatban. Lajosom, tényleg most már azt látom, elmondom mi van. Nagyon el vagy te kanászodba, és most már kezd főmenni a pumpa. Érted? Minek kell hazudozni, te retek pészek? Ha? De öregeid nem hazudod. Te dankóros geci. Há, elnézést. Kiszálljak, a szétpapozzalak, te? Ha? Nem kell. Azt mondtad, a csepp a szabad neki. Tisztán emlékszem, itt cseng a fülembe mai napig. Most meg itt vered a melyed. Meg akarsz verekedni? Még egyszer sem mondtam meg. Meg akarsz verekedni? Verekedni akarsz? De azt mondta, hogy mennyit akarsz. Mennyit fizetett az öreg? Azt mondta, hogy még mielőtt kimondtam volna, hogy nem azt mondta. Bármikor kigyújtott. Na jó, szálljál ki, Lajos. Ezt mondta. Most itt lesz a vége ennek a konfliktusnak. Mondhatod neki most, hogy te véngeci? Mondhatod. Gyerünk. Nézz ide. Most őszintén. Mondtad, hogy csepp a szabam, vagy nem? De nem. Nem? Nem mondtad, Lajos? Nem. Ebbe probléma lesz most. Probléma lesz most, Lalika. Megnézem, van-e valami ütleg. Hát nincs, bassz meg. Hopp, egy pofon! Na! Hopp! Meg se éreztem, te kis jány! Hopp! Ha-ha! Jön apu, gyere megtanít, hát! Megtanít téged, de? Hát mi ez, hát mi ez a jányos popó? Te bran! Hát sehol semmi! Te kis csöves! Mit? Mit mondtál? Mit? Ez mi volt? Tessék! Gyere! Ez... Ez... Akkor elég most már! Adjad neki! Tiport meg! Hát gyere, te is a rák meg ez fogas! Mi van? Önbizalmadban megint, hát? Önbizalmas vagy? Megint? Há? Á, de kettő egyenlő. Nem, rossz vagy matekból. Mi mondod, ha ezt tetted? Ó, bocsa neked. Nehogy el, mint a kamion.
Elviszed a kamiont, meghalsz! Szálljál ki! Most mondom, megdög le! Én elviszem a kamiont! Dali, álljál! Ezt a buzikát. Ezért háború lesz. Ezért kapni fog. Ezért kapni fog. Gyere gyorsan, szedjük egy autó, fel! Attila, kösz az 50-et! Lali, ki van kelve ma, Gábor? Azt mondta, 2-1 mondtam, hogy rossz vagy ma, Tempo. Szabolcs, kösz a 45-öt! Geci! Menjünk el! Menjén! Ha most... Most kaptam egy SMS-t. Ahogy? Hogy megsérült a kamion. Oda! Hogy sikerült a kamion? Mondom, megsérült! Eloptak! Ja, megsérült! Aha! És hol ment fel a Lali vajon? Merre? Ott van fent! Ott van fent! Ott van fent! Hát! Noémi, kösz szépen a 2 hónapot! Sanyi az 50-et! Miért nem tudod elfogadni a szubot? Hát hogy ne lehet, te bazeg? Ott van, hogy oké. Okay. Ott van! Geci, hát de már levonta a pénzeket tőlem. Szállják ki a kamionból. Ezért... Szállják ki a kamionból. Ezért megfaszolni fogsz, retek? Pusztulják ki! Most levonták a pénzt a kártyámról. A rád van beled, he! Önbizalmad van megint! Ne bács! Pusztulj a szemem elől! Szégyenbe vagy, he! Szégyenbe! Bazd meg! Látod még, ahogy hova kell vinni az ár? Hát nem amúgy. Nem látod? Már nem. Köszönj meg a Lalinak akkor. Ezt a buzit, bazd meg! Elnézést! Csöves Lali! Te! Elnézést! Asszakul! Hát amúgy se írja már ki! Baszd meg! Tudom, de attól még vissza lehet finni, meg leadja a pénzt. Na mindegy, ha várjál, segítek! Mindjárt sírok. Állj arrébb, meg kell egy kicsit tolni, hát ha visszaborít. Állatok meg egy picit, mert... Csabi, kösz a 25-et, Sanyi az 50-et. Még egyszer köszi. Szóval, figyelj már! Ez csak ott lehet fölvenni a kamiont? Há? Az Isten megrágyáztat. Vissza kell vinni, hát igen. De már nem ír nekem semmit a interneten. Éhát. Éjjön majd! Azt a kurva. Meg kell fordítani, valahogy megfordítani. Akad a játék. Dehogy akad. Ennyi basz meg. Tényleg akad? Ha úgy csinálom, mintha nem akadna, akkor tulajdonképpen nem is akad. Hát tényleg akad amúgy? Hát szétbaszom ezt a stop táblát itt! Már az idegeim szana széjjel vannak! Akad? Oh. Hát... Ez az ölgató miatt van. Hétfő jön a megoldás egyébként, addig nem kell sokat aludni már. Megnézem, hogy... Hallod, de Joker? Hagyd a geci be, azt megyünk egy új kamioné! Jó lett volna megnézni, mennyit fizettem, hogy kíváncsi lettem volna. Azt a kurva. Hallod, more? Mondja te! Hát hagyd a faszba! Menjünk, azt hozunk egy újat! De ezt te kell adnod ahhoz, tudod, ez a baj. Na, jó megcsináltad, gecis Lali.
Szét lesz emberbe. Százezerre tartozol a mai naptól kezdve! Ez én! Te mocskos gyerek! A vórok öreg. Betörtént. Ja, hogy 10 napig nem lesz stream, az a téma? Egyébként igen. Nem, valószínűleg nem lesz 10 nap. Az a legtöbb. Amúgy. Nincs nála muzsodna. El kell menni kukázni. Joker az. Hallod Joker? Hagyd a gecibe akkor. Ne dodgemezzé. Menjünk a passzomba. Jó. De hát akkor az ennyi volt. De a kamiont azt vissza kell vinni, mert le tudod adni. Azt mit fizet amúgy? Érted. Jaj. Mit fizet? Mit fizet amúgy? Akarod gyál innen? Há. Jöhetek én is. Mármint mit fizet a munka? Hát egy kör. Há. Hát ez attól függ mennyi helyre viszed el, mennyien messzire viszed el, de olyan 5000-eket fizet. Darab? Vagy egy izé körönként? Hát úgy, hogy 5 kört mész mondjuk, és az olyan 5000-et ad meg XP-t, és akkor tovább tudsz lépni a következő szintről, már tudunk többen is menni. Csak ugye a Lalika ezt is elbassza. Hát ez mindent, hát. Brant tesz a lyukat. Ezt most tényleg elbasztad, Lali, gecire haragszom rád. Most ezt nem én borítottam fel. Hát, dehogy nem, te voltál. Ezzel? Hogy lehet, hogy most az öregnek nem adnak ezért munkát, mert elloptad. És mivel elloptad a kamionját, ezért ezt érzékelte a rendszer. Kirúgott a cég. Mátó, miattad hát vagyok munkanélküli. Nem volt hosszú karrier, nem dolgoztam sokat, de majdnem jó volt már. Éreztem magam valakinek. Abba az egy órába pergett a nyugdíjam, meg minden. Minden böcsületes polgárnak. Mindjárt sírok, bazd meg. Na, megjavítom ezt a szart. Fece, kösz a 3-10-et, haver! Geri a 45-et, köszi! Én nem értem amúgy, hogy a faszomba lagulhat akkor, amikor izé én vagy valaki kiszáll a járműből, kaja. Na mi köze van ennek ahhoz? Semmi. Hát ne haragudj, a srácok nem tudom mi van. Hétfőn a fix megoldás. Ez van. Mikor megnyitom az inventory? Leszarok. Ó, bászik, nagyon nagy logisztikázás zajlik. Azt le kell ellenőrizni újra, vagy mi? Ne szopass, majd csak úgy lehet rátolatni. Hát ez szomorú. Attila, kösz a 200-at, neked is, haver. Menj már, hagyjad, hagyjad, figyeld, most lesz a jó. Most ez dízel, ez elhúzza az Istennek a kolbászát is. Tülök öreg, jó? Hát gyere, na. Hát nem tudom, mi a faszom van, mert nálam egyáltalán nem lagol. Sajnos... Na, ezt hittuk már eleget. Mondom neked, hova kell menni, jó? Ugyanoda vissza. Jelölöm, jó? És akkor már nem adnak több izét amúgy, kamion? Hát... az a baj, tudod, hogy ellopták ezt a cuccot tőled. És ha ellopják ezt a cuccot, mint a Lali... Na akkor most minek, akkor minek kell leadnom? Azért, mert lehet, hogy akkor... Így, hogyha leadod, adnak egy másik munkát. De mi nem 100%, vágod? Viszont ezért a kamionér, amiben ülsz, visszakapsz X pénzt, vágod? Textúrák vannak. Kérleti díjat. Ja, értem. Ez igen, ez igen.
milyen az állapotos, szóval előtte meg kell szerelni. Ellopta, pedig ebbe volt a biznisz. Ezt a buzilalit bazd meg. Most emiatt nagyon szomorú lettem amúgy. Mindjárt sírok. Egyébként, ez mi a faszom volt te? Látod, kigyött elénk egy kocsi. Jézusom. Tankolni kéne amúgy. Tényleg ez is szemtelen lett a lali. El van, ki kéne vele baszni valahogy. El van szemtelen. Így, hát majdnem lefejeltem a kornát. Tankolni kő? Há. Hát ez nem, nem is fér be. Az anyáma. Van. Hozok kannát, hozok kannát. Hát bárjál, lehet kívülről jó. Kívülről jónak kell lennie. Hozzak kannát, benzineset öreg? Nem kell. Jézusom, mit csinálsz, Lali? Megint csak törsz. Nézd meg, megint rónkodik, hát. Megint rónkodik. Csok. Normális vagy? Lajoska. Lajoska. Kolom neked, hát. Én jó van akkor. Sőt, bementem anyagilag miattad, Lajos. Ezt szurod, hogy súlyos adók. Pedig még az adókat is kedvezményesen fizetted meg. Ennek böjtje lesz! Meglásd! Visszaadom, megígérem. Dávid, köszön 45-öt, Máté a 99-et, Attila 200-at. Ramón, kösz szépen a szubot, haver. Kösz szépen. Gergő, kösz szépen a 100-at. Möhetünk hát. Kapaszkodjál, mert... Én bár itt a mai rúvas fogom, hát. Mert bazdmeg, most berakom kettesbe, érted? Mit mondtál, mert a végét nem értettem. Mondom, berakom kettesbe, úgyhogy kapaszkodjál. Júj. Most földutakon kell menni. Amúgy ez a kamionos dolog, ez kurva jó. Ezzel el lehet farmolgatni, meg tök menő egyébként. Mert egy kamionos gépet simán ki tud tenni a GTA. Jó, nyilván nem egy ilyen világtérképpel, de azért itt el lehet lavírozni. Mi a helyzet? Na! Ne tegezzi. Minden fasz amúgy is kösz. Leszervizelted a kamiont is, amit tankoltam? Dehogy is. Ez menő amúgy. Ez egy kicsit chilles, de el lehet vele bóckodni. Ja, hiába nézek hátra. Visszapillantó, hát nem annyira működik. Geri, kösz szépen a subgiftet, vagy mi volt az? Az volt? Nem, az, amit ha az lenne. De ha nem, akkor is szeretlek. Érted? Azt mondja, szub vagyok én sokkal. Neked ez a kamion? Így vagy basszalak, meg nagyon jól el ez a kamion. Bazzak, ugye? Már én is úgy látom magam rendes, mint a böcsületes emberdi. Hát mindjárt bemegyek, azt megnézem, hogy mennyi pénz került a izé a... Mennyi pénz került a nyugdíj alapba, fél óra munkától, mert meg fogom kérdezni. Angus, kösz a 145-öt. Kérdezd meg a Lalit, ő tudja, ő lopta el a pénzeket. Az ő egy buzi. Én behajtanám. Egy igazi verébalkás. Dániel, kösz a 90-et. Még az nem lenne baj, hogyha működne visszapillantó mondjuk. Azt tuti. Indexet kiraktad? Hogy a faszomban? Hát index nélkül nincs előzés. Na, ez igaz. Meg amúgy is nagy testűvel vagy, érted? Ahogy ne. Adás, alapból erősebb kutya baszik, tudod? Persze, én ezt vágom. Nagy betonyozó gép. Há, tiszta vagon, tiszta vagon. Ilyen kéne, de csak még a Lalit beleásztott. Csorólali. Tomi, kösz szépen a szubot, Dani a 80-at, kösz szépen, haver. Ott megy a Lali, hát. Bazzik, ez a Lali, ez egy nagyon nagy sofőr, én azt ez vettem egy, ez egy nagyon nagy autó van itt.
Nagyon ki van izélve. Ki van húzóckodva most? De lehet ez serdül. Azért van ilyen izé. Feszeg. Mint Póka Lucernásba, há. Lehet, hogy izé volt. Állófasszal ébredt életi belőször. Azt azt hiszi, hogy mi van. Érted. Ki van szemtelenedve, mint a piaci lény. Az iga, az nem tudom, ki kell amúgy boxolni azt a gyereket, mert igen, csak mint egy rossz lakcipőt. Hát igen, az a baja. De bárja, már itt kellett volna balra, ne? Aha, igen, 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 aha, jajaja. Hát ez geci jó az a kamion. Jobbra. Vigyelj, tegyük le ezt a kamion, nézzük meg, hogy mit ad a legvégén, oda be, látod, ott legegyen, egyenesen csak. Ne arra, arra, aha. Zöld pötty, zöld pont. Be, ide, ide, ide. Aha, itt, aha, igen, itt lesz. Nyomnik meg? Hírhe. Mi tört? Semmit. Ér semmit neked. Itt a pontod? Hát van itt pont, de nincs, tehát csak a térképen látom, a GPS-en, érted? Ah. Hallod öreg? Akkor ha. Gyere! Gyere csak vele! Mário köszön 45-et, Milano 40-et, kösz szépen haver! Kamion vagy kamion? Hogy írják helyesen? Kaminyon! Ennyel, három ennyel, kaminyon! Kaminyon! Próbálj meg ott izé, megint csak egy munkát kérni magadnak, tudod, itt hátha. Leadja neked, ezt meg itt lecsatoljuk róla. Na várjál, akkor hova menjek, hát? Ide. Rakod? Akkor ott van, hely, gyere, gyere, vedd át, azt álljál be, jó? Melyik a kék, hát? Az a tiéd. De nincs fölött, ja de van. Csak be kell ülnöd. Kaminyon. Meg az, hogy ez ilyen RPG szinten van, hogy izé, fejlődni lehet a munkába, azt mondja Joker. Minél többet keresel, hogy milyen hibátlan kamionokat adsz le, vagy mi? Mert felveszel az öletbe, Joker. Lali, nem tudom, hogy mit évül legyek veled. Megmondom őszintén, és négyesen csalódtam abba, ami te vagy. Tudod, nem így ismertelek meg, Lali. Most ebben most van igaz. Ebben most van igaz. Megbántottad az érzelmeimet. Az öregét. A barátságunkba betettünk most megint ott felé. Tudod, Lali? Én szeretlek. Akkor minek mondod, hogy csepp fasza van? Akkor minek kell mondani, hogy csepp fasza van a Jokernak? Mi van? Azt mondtad, hogy kicsi a fasz. De... De jó, de... Azt mondta, hogy csepp faszod van. Bevallott a Joker, hogy... Nem annyira kicsi, de... Egy kicsit kicsi, de nem annyira... Mi az, hogy kicsit kicsi? Az öreget is azoknak nézed! Nem mondja. Ez probléma, ez egy probléma. Megsirattál, Lali! Összetörtél! Öreg. Mint egy... Nem is tudom! Egy lap voltam számodra! Egy tiszta lap, amire te felírhattál mindent is! Egy... Öreg. Egy mozdulattal összegyűrtél engemet, Lali! És kidobtál a kukába! Nem akartam, csak... Öreg! És... Néha azt képzelem, hogy egy régi tárcsás mosógép vagyok. Öreg, bocsánatot kérek tőled. Nézd meg az öreget, a hazudnak tőlem. Tárcsás mosógép. Vagy egy hajtú tárcsás mosógép. Így van. Tárcsás mosógép vagyok. Anyám, amikor izé voltam, kis csoportosakon hajtó bojlernek öltöztete. Joker. Add ide azt az inget a pillanatra. Tessék! Kösz! Igen, és a nagy faszod van. Gyerünk a gecibe! Kösz, visszaadom, jó? Gyertek már, mert most hítak, hogy vinni kell a izéket. A nyulakon. Joker, mehetek veled.
Tudom, öreg jöhet. Hát figyelj ide. Nem hát is velünk, tudom. Öreg. Meg kell fizetni az adókat. Így van, Lali, van pénzed? Árok össze 90-et. Megadom a anyámtól, tényre. Akkor megállunk egy fűkénél. Gonna sweet! Chandelure! Akkor megállunk telefonfűkénél, Lali. Gyerünk a gecibe! Halad öreg, meg kell állni egy fűkénél, mert az anyját felhívja a pénzért. Bázd, mert most mehetünk előről, nem úgy. Hát mindig más köröket adnak, tudod, ezek a ragadozók ideben. Az anyáma. Nehogy valami kannibál jöjjön, az direkt beletrókodjon. Biztos nem ez fog történni. Árok össze 90-et, haver! Gonna sweet, chandelure! Öreg... Igen? Nem tudom hova, erre megyünk itt, a térképen neked kicsit balra mutatja, ugye? Hát most azt mondja, hogy erre kell jönni. Így van, és kicsit majd balra befelé. Hát itt kell balra menni. Az jó lesz. Itt meg jobbra hell. És akkor ott balra, ugye? Aha. Arra? Igen. Nem. Aha, öreg! Sok szerencsét, na mennyi. Miért? Ide kell, nem? Oda itt kell bemenni. Aha. Ott kellett volna bemenned. Hát csak megnézem a területeket, tudod hogy marad. Felmérted. Bazd meg, itt izé van. Elfogadsz egy tippet, hát? Na. Nagyon enged ki a kamiont nagy hívekbe, tudod? Ó, testvérem, hát itt izé van. Itt balra, tudod, és úgy enged ki, de csináld nyugodtan. Itt sofőr van. Érted. Mindent megoldunk. Hát hogy a faszomba ne? Oda kell berakni, hát. Majd vele. Az hát, igen. Látod, oda hátra. Az igen, geci. Hát ez baj lesz ebből. Easy job. Neked hogyan kell? Érted? Hát csak meg tudod. Hát hogy ne bazd meg, hát... Amúgy így jól irányba indultál el, azaz úgy szépen. Teszel egy kört a számot. Nagyon jó sofőr vagy. Hát bazd meg, figyelj, de nem a legyek hordták össze ezt itt a nagy tudásokat. Érted? Pedig még a kormányban az a szervó sincs, de úgy tekered, jó ember. A geci, hát ezért bízszólyagos a tenyerem, de tényleg Lali, milyen nem kell itt a izé. Nem, nyalisztam. Ó, dehogy nem. Ment a szipi-szopi. Eszek a szendvicset akkor. Mert van szendvicsed? Hát, van. Azt miért nem kínálod meg a barátaidat? Még van egy darab a hamburger. Kinek kell? Na, hát kinek ne kéne, bazzagom? Ebbe a világba? Éhező világokba? Adom neked, öreg. Tessék. Kösz. A sineken ez tud menni amúgy? Én tudom. Hát, fasz tudja, hát. De itt hogy mész ki? Hát simán. Nézd meg. Én tudod, vagyok hogy a... itt a sineken elfér? Gőzmozdony, bazd meg. Az vagyok. Ennyi. Easy. Hány helyre kell vinni? Mit mondtam? Hát ezt nem is láttam. Már megint. Kösz szépen, Krisztián a 45-öt, haver. Kösz szépen. A nyírcsahói Bakugan Kft-nek dolgozok. Tényleg? Fuvarozóként. A bírokat aláírtad? Hogyne. Alkalmival jelentene be 4 órában, mert azt mondják, hogy nem fizetik a járulékot a gecik. Ezt magad után kell, ne azt mondták, há. Nem? Há. Jó, akkor nem megérős a meló. Ez ilyen izi. Rejtett alkalmazás. Vállalkozónak számlán, ilyesmi. Nagyon... Nem becsülik meg a munkámat enni a cégnél. Ugye már azt a tahográfot megnézted, hogyan? Ebbe tahográf, bazdmeg, ebben nincsen. Pihenő idő. Ki van ütve? Ki van ütve ebbe? Tényleg? Kikutattál a tahográfot? Minden nap azt írja, 24 órát aludtam, bazdmeg. Érted. Van rajta, hogy 24-et aludtál? Há. Hogy ütötted ki a tahográfot? Mint aki lenne csippelve? Jobb kézzel. Jobb kézzel. Bam! Jobb kézzel kívül! Rábertem egyet, az kiugrott belőle, mint a szar a Laliból. Mi az a tahográf?
Az lerajzol a tahókat. A mértékegysége, amekkora te vagy. Így van. Ja. És 1-től 10-ig. Kiugrott a tahográf. Így van. És te tahó vagy. És a tahográf kiakadt rajtad. De ki járt itt? Na jó van, figyeljetek ide. Szerelemvallás következik. Aki úgy érzi, hogy Lajossal tudna családot alapítani a közeljövőben Mexikóban, az írjon egy egyest. Rendben? Aki Jokerral folytogatos kekszelne, az írjon egy kettest. Joker, aki... egy kicsit büdös a kezedhe. Azért, mert anyád valagában volt, Lali. Ne? Egyébként ez tényleg ott volt, ezt láttam. Oh. Ott van még a szara körme alatt. Majdnem lefejeltem azt a szélvédőt. Azért... Jól átjöttél itt mindenen, hát. Milyen mindenen? Hát ezt így kell. Nem tanultad? De. Na, hát akkor... egy profizmus lakik. Mi? Nem adta be. Igen? Nem kapta be. Nem van minden Lali. De a Lali azt csak kihasználta a helyzetet. A hármas pedig nekem, a Giulioval való nyelvezés. Akkor elaludtál, arra gondolsz a volán mögött? Aszta. Na, még egy van hátra. Ha, akkor zsa oda. Kíváncsiuk mit fizet. Három per négy van ott a fejedben? Aha. Akkor kettő van hátra, mert ez a harmadik jön most, és mindegy. 4/3 volt. Vagy 3/4, faszom tudja. 3/4 esetleg. Akkor már túl teljesítetted volna magad 4/3. Nem, hogy igen. Mert most a prémiumra hajtok, tudod. Igen. Persze. Vannak prémiumok? Hát remélem. Lali, egyébként azt ugye tudod, hogy a cipőd, a koszos cipőddel, a műszerfalat, amit az öreg takarított nagy fáradtság a munkával... Ez tényleg idegesítő, azok összetiprod a retkes lábaddól. Brantos Lajos. Megtakarítom. Kapaszkodjatok, mert most azt írták, hogy nagyon izé esik a hó. Be van kedve disznózsírral a izé. Azt írták? Há. Az útinformon. Ezt írták mi. Elmegyünk a strádára. Túl arra Joker. Jó vagy, öreg, arra nem jó fejelted vagy. Meg a műszerfalat? Majdnem megfejelted. Miért? Hát itt bazd meg, itt fék belefér, van. Belefér. Itt fék van, testvéreim. Csak azért mondom. Arra jó volt, az öreg. Jobbról is jó vagy, amúgy ne foglalkozz vele. Ihá, ne! Jaj! Elnézést, elszúnyókáltam egy pillanatra. Ne, légy színe, szóval hát, baj, na, hát most mikroalvás, basz meg. Vezettem ma 4000-re. Ennyire? Micsoda? Hát hogyne. Hát persze. 4000 kilométer. Mérföldet. Bolygó. Mondnál, hogy hey, öreg! Nyugi! Itt sofőr van, nem posőr, nyugi! Mondom. Van nem azért, mert tudod, én a tetes tépséged iránt is aggódok. Ó, hát az én nem külön, ha én visszapattanok az aszfaltról. Az enyém miatt aggód. Hát bánja fasz, mi történik veled, te fogasd meg cicit. Szegény Lali. Én aggódok a tiétek miatt. A goat? Tényleg Lali? Igen. Ne mondjad már nekem, miért kell itt hazudni? Úristen, valakit ki fognak bannolni. Gyűlsz és hazudsz, Lali. Fügy gyűlsz. Miért csináljátok ezt? Nézd meg, ezek nem nyomják nekik az autópályán? Állósába balról, szigorúan csak is kamionnal lehet előzni, Kresszel. Így van, de az jobbról van. Hát itt most jobb. Én balt mondtam? Igen. Aha. De hát, tudjuk, hát, hogy ezzel bajba vagy, nincs semmi baj. Megszokás? Nem iga. A fejemben megszokás, mert ott más a közlekedés a fejemben. Ja. Úristen, egy darázs beszállt a fülkébe. Hallok valami zűrést. Ne, allergiás vagyok. Allergiás vagyok. Ne. Öreg, húzd az ablakot, Lali! Leszekerted. Jaj, te nem jön. Eske! Az kiment már? Kiment. Hú, hogy most te? Hú. Jó van, öreg. Ne forrázzál. Baszd meg.
Ne parázz el, öreg! Bazza, megjönnek a darazsak, vége a dalnak! Fődagadok, mint a izé, cipó! Figyelj csak, átnyúlok rajtad, öreg! És elkezdem tekerni az ablakot a másik oldalon! Szépen tekerem az ablakot! Kicsibe bejött a darás, he! Ne! Nem áll! Üsd már ki, Loli, bassz meg! Itt fekszek a öregnek az ölébe, bassz meg! Várj! Hogy kibassza a számad, az a pénis, segítség! Várj, állj meg, Joker, ott van egy gyakor... Megvan! Ó, geci! Lecsaptam, he! Hát, hogy hazudott állítanom! Behazudta a buzi! Nem volt hutszagú a drágom, Joker? Hutszagú volt a drágom? Hát, elmondom neked, nem az volt a legnagyobb probléma, hanem valami belement a szemembe, olyan 25 mélyen az agyamon át. Figyelj, az van, hogy izé, tudod, mindig sietek a húgyozással. Ez még a kevesebb probléma. Vigyázzanak, mert darazsak vannak, biztos út. Rolik, ezt a szobad? Ihe. Na, azokat már megcsipi akkor. Kicsit fáj a szám is, öreg, el van valami a számon, nézd már meg. Nem, most megnézem, ez fő van dagadva, mint a c... Éhe. Éjj kajakra? Mint a kutyát. Megint olyan a szád, mint a kutyát szoptál volt. De nagyon-nagyon durva, he. Á, nem. Annyira nem. Nem, annyira nem. Mint egy robbantott csirke, úgy nézen ki. Hozzáértem valami, ez ott van a drágot körül, az be is durran a szám. Magtali! De növény helyen. Lali, jaj, amire, igen. Allergiás volt. Azt mondod, hogy a öregnél a lába között gaz van. Ezt te mondtad, de ezt mondtad, ne hazudtad. Lajos, te most már ki vagy szemterenedve rendesen? Azt hallottad, öreg, azt mondtad, hogy növény helyen. Kezd fölmenni az agymizem. Növény, nem gaz. Kezd fölmenni. Jó kis tubarauza, tudod? Giulio, kösz szépen a szubot. Tubarauza. Timi az ötbened. Ja, te is ki, mint egy rauzsa, Lali. Rauzsa? Öreg, há, rauzsa, szépen tuba rauzsa. Az azt mondta, hogy gazdalikám, ne hazudozzál. Ne. Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Öreg, gondolj abba bele, hogy egész életen át kamionoznod kell, és be vagy zárva a Laliba. Bal. Megállnék a nagy izékkel. Nagy, nem kamionos... tudsz kiszállni a kamionból, nem tudsz kiszállni soha. Nyugi már, nyugi már. Nyugodjatok már, bazi, kiszaladt egy potkány, nem láttátok? Ott volt egy potkány. Ezt feltekerem az ablakot, mert bejön a darás, itt vége. Tekerjed, tekerjed. Tekerem, tekerem. Úgy jó, fel is tekerem. Teretem biztos urat! Hát ezért csak oda köszönök, nehogy azt higgyük, hogy a kamionosok milyen munkók, nem öreg? Á, már jönnek is utánunk azok a gyászok. Csoda, jönnek? Esküszöm. Á, de hogy jönnek, ha be vagy te kápszizva? De amúgy, ha legközelebb ilyet csinálsz, Dorián, te vagy belőleget, cimérges veszek el. Nekem kicsit nem tetszik, hogy... Piros öreg? A Joker becsiskolt az öreg. A Joker végig. Világ életében egy ilyen karakter voltam. Ezek a huligánok. Ami az öreget szupportálja. A Tégla meg a Giulio, aki balanszírozza hát, ezt. Nem kell itt fény. A Lali meg nagyon naív. Ez egy tök jó karakterrajzok, szóval... Nem tudom, hogy... Ha valakinek nem tetszik, akkor szopjon bocs. Nem tudok erre mit mondani. Fúj, Lali, ez ilyen, a karakter alakulás ilyen. Várjál, letekerem. Lali, az ölembe fostál, szó szerint ide fostál. Érzem, hogy meleg a fink. A Giulio az mindig a Lalit támogatja egyébként. Normális vagy, de mindenkinek van egy olyan, aki támogat. Normális vagy. Ó, nagyon kellett Lali. Már az a pocakon már fel volt, fúvódva. Igen? Öreg! A Lali telefogy finkta itt a finkét! Ne basszatok, most összeszartál, Lali, mit csináltál? Letekertem már az ablakot. Tiszta fas a combom, Lali! Ne basszatok már föl! Lali is vagy! Jézusom! Azt meg befostom. Jézi. Ó, ez lehet, hogy becsúszott egy... Kösz szépen, Gergő! Kösz szépen. Van egy nagyon jó elmód, ami kifejezi a nem tetszőknek. Igen, tudjátok Lali. Küldeni ezeket a... Lalikám, ezt ki fogod fizetni, ezt a rövid nadrágot, emlékszem rá, még múltkor vettem fel, vagy 6 évvel ezen. Ádi, én nekem egy e-mailt, küldd el, amit látszok, és ezt kitől kaptad? Én meg tudtam becsülni, nem mindegy neked kitől kaptam. Na,
még menni kell valahova addig. Viszont lekön adni a izét? Onnan tudod, hogy vége a fuvarnak, hogy az utolsó ponton ez a fót eltűnik mögüle, és a kamiont vissza kell vinni ott, ahol felvettük és leadhatod. Az igen. Ennyi. Valamikor csak két helyre kell vinni, de valamikor hatra, háromra, mikor hogy? Te kollega, a kamiont? Ott igen? A kollega. Ott balra. Ott megyen a csöves. Csöve. Nekünk nem kell tankolni? Passzik, ez kimegy a világból. Hogyne. Az jó. Hogy ne kell. Esztik össze az 50-en? Igen, Gergő az 50-en? Gondolkoztam. Ne basszál már. Elindítom most a saját vállalkozásomat. Mi lesz az? Te olyan hülye vagy, bazd meg, hogy nem vállalkozást nem tudsz elindítani. Mi lesz az? Glory Hall ZRT, Lajosok? Mi lesz az? Nem, ez egy gumibakkancs gyártó cég lesz. Olyan gumibakkancs, hogy tudsz járni vele a vizen. Na jó, van Lali, feküdj már a hátadra, Dig. Jó. Olyan faszt is gyártol, ami lecigizi magát? Az lesz a következő. Félhomály mérőt azt megtaláltad már? A sátrakba? A talpas félhomály mérőt? Az micsoda? Hát az kell ahhoz, hogy sikeres legyen az életbe. Tényleg? Igen, az öregnek egyébként nagyon sok félhomály mérője van, mert félhomály mérő versenyeken is részt. Így van. De egyébként a talpas az a lényeg. Baszik, adjatok meg szendvicset, mert most látom, hogy nagyon... Adtam már az előbb nagyon öreg. Terhes vagyok. És ennem kell. Now you're gone, and it's a time store. Peti, kösz a 25-öt! Van annyi valód, öreg? Hát van, hát van. Hát nem vagyok csorú, dolgozva ember vagyok. Érted? Akkor tessék, ott van egy. Kösz. Az igen, öreg, hát. Na. Vezetsz, eszel közben. Á, a geci. Egy kézzel fogad a kormányt közben, még faszommal is tudok kormányolni? Az igen, érted. Na muti? Na most nem akarom, mert zavarba gyűvök. Fölizgónátok. Nem, az nem te vagy, öreg. Az nem te vagy. Fölizgónátok itt, azt csak a baj lenne. Csak meg kéne állni tankolni egyébként. Na, ott lesz egy benzinkút. Mert bajba leszünk kerülve. Van egy benzinkút, mennyire gyenesen? Húrva, nyílve. Egyébként annyira nem merén gondoltam a jövőre. Hoztam egy kannát, azt becsaptam ide hátra. Mi volt? Dehogy is nem. Elszívok már egy cigit az idegre. Na, akkor jobbra húzzuk, de valahova. Hát ne, ez dohányzó. Kézd nélkül kormányozni? Hát hogy a faszomban, de. Azt a kurva. Ez dohányzó. Az igen, öreg. Képzeletedbe irányítod egyébként ezt a képernyőt. Telepatikusan kapcsolatban vagyunk. Érted. Ezt a brontos kurveget, hát tényleg igaz, hogy a gyövőből jöttél akkor? Hát ezt tudom nyújtani, geci. Hát ezért mondtam. Most még jobban megerősítetted bennem ezt a hitet. Ez a baj, nem tudom megnézni magunkat. Igaz a jövőm. Igaz. Nézd meg, mert passzomban irányítom. Ez nem igaz, Joker, én nem akarok tőle egy gyereket. Dehogy nem. Nem befejezted, az öreg nem hazudik. Azt mondja, hogy beléd fog petézni a Lali. Mint egy pondró. Mint egy izé. Belém petézni. Esküszöm. Beléd veri a petéket. Mindenféle irányba. De mondjuk, Joker, te nagyon jó anya lennél. Én? Anya? Igen. Én anya, Lali. Igen. Ki tudnád hordani a gyerekeket? Hát én is ki tudom hordani őket a izére. Udvarra. A játszótérre. Há. Az van, igen, igen. Tankolja? Tankolj már, léci. Addig megjavítom ezt a fost. Javítsad. Kösz szépen, Peti, és kösz mindenkinek. Ez a gépek lázadása. Hát lehet, hogy ma már nem lesz az a hajós cucsrácok, de majd holnap este bepótoljuk, szerintem. Rágyújtok, itt csak nem lesz a baj, hát. Te nem is dohányzol, Lali, rúg tudom. Lali, ne így gyújtsa már rá, te hülye gyerek! Hát menj már innen, ne így gyújtsa rá! Nézd meg, hát. Jaj, ez a benzinkút. Lali, ne így gyújtsa rá, te hülye! Bocsánat. Bocsánat. De most mi van itt, srácok? Valakinek nagyon nekiestetek meg, hogy bandd meg, mit tudom én, mi a gond? Hey.
Én nem tudok belenézni, hát. Olyan hülye vagyok. Mondjátok már meg. Én vagyok itt először. Ja. Hát ők öreg. Várjál már. Gyerünk a gyászba. Ádi, ezt elküldted már, ezt a donációt. Mondtam, hogy írj egy e-mail testvérem, küldje screeneket, hogy van szubod meg ilyenekről, azt megnézem, hogy mi a gond. Elfon körök, hát. Micsoda? Mennyi van a tankban? Megtankoltam, nem? Ja, nem. Nem is néztem. Hát mindjárt kifogy. Komolyan akkor... Vettem egy kannát. Én is vettem, úgyhogy nem. Jó, hát most már menjünk addig, amíg megyen. Jó, de majd akkor a tankó szálltadom neked. Lehet az én menizé volt. Javítási, nem? Úgy nem, tényleg nem kizárt. Lehet egyszerre javítottuk, meg tankoltuk. Van, aki még mindig azt is személyeskedünk játékon belül. Úristen, de geci hülye. Mikor személyeskedünk? Mondjátok már. Ezek az emberek elhiszik, hogy a... itt, ami Magdanyos meghalt. Joker, kinyomhatom ezt a pattanást, ahol... Ezt mire írta valaki? Vagy hogy van ez egyáltalán? Amúgy a faszom van, ki van amitől a buddhiskodás alándon. Hagyj üljök már, várjál, megnyom. Most da is doblak, ne doblak, nem! Ez olyan kínos, bassz meg. Az ember kedvét elveszik az ilyen fagságot. Tehát nem akarok senkit megbántani, de Lajos egyébként nem létezik. A kezekkel, rád van fogva. Na, semmi agresszió, hát! Te büdös a hónajad, rak már le az anyám szentségét. Na szépen viselkedjél, mert a rák kiesz. Szóval a srácok, durva, Lali nem létezik. A Joker és a Hector sem. Úgyhogy... Én már elrögtöttem. De mit írtak, srácok? Mondjátok már, mert ezt hallani akarom is látni. Tehát, hogy mi az elgondolás? Hogy nagyon csúnyán beszélünk szegény Lalival. Ú, Joker nagyon vérszak homlokot. És Joker az Lali, meg van változva. Nekem, érted? Ú, öreg, beszálltál, nem jó? Ja, bassz meg. Oké. Várja, még van benne, csak Lali, várj, van még benne. Ez annyira kellemetlen, és ha valaki ezt hiszi, az geci hülye. Hogy lehettek ennyire hülyék, akik elhiszik ezt, srácok? Őszintén mondom, ez kibaszott szerep. Erzsi sem egy alkoholista, némber. A Giulio sem egy kisebbségi legény. Nem szúr le mindenkit az utcán. Ez hihetetlen, bassz meg, hogy erről még magyarázni kell másfél év után. Így kurva anyázunk egymásnak, meg ilyenek. Ez egy dolog. Ebben semmilyen valóság nincs. Soha. Ez nagyon aggasztó egyébként, hogy ezt magyarázni kell. Amúgy ez nagyon meredek. Hogy lehet valaki ilyen pihent agyú? Nem? De ezt többször hangsúlyoztuk, hogy igen, ez egy kitalált történet, kitalált karakterekkel. Semmilyen köze nincs a valósághoz. Nincs benne burkolt agresszió. Nincs benne semmi. Megpróbáljuk belegondolni magunkat az adott karakter személyiségjegyeinek a dolgaiba, és hogy hogyan reagálna. Ő, nyilván én nagyon szeretem az öreget. Nagyon vicces karakter, tök fasza. Tényleg egy geci. Átünk. A Lalit is nagyon szerettem, a karakter ilyen nagyon naív. Van ez a szendvicsetek? De egyébként ez nem igaz. Hát. Lali nem dadog. Igen. Most tettem meg. Például. Oh. Hihetetlen, mi? Nem dadog, meg nem ilyen hülye, mint a karaktere. Lali, csak nem nagyon éhes vagy. De nagyon, nagyon. Jó, de ez $5000 fog kerülni. Úgyhogy... Mennyi? Mi vagy csöves bánnak, te? De hogy lehet valaki ilyen sekkhülye, az valami hihetett. A gyakori kérdéseken is írkálnak ilyen fasságokat. Nem tudok vele mit kezdeni, meg... Hihetetlen, bazd meg. Szóval ezt érdemes, mindenki felfogja, hogy ez egy szerep mindenkinek.
A Lali sem 25 éves, a Joker sem herpeszes, stb. Stb. Én nem. Lajos, normális vagy? Te bazdik nem otthon vagy? Gyászoljunk be! Bejött egy cserebogárdik itt van a kezemen. Nehogy egy, hát egy izé legyen. Csere. Egy bőrcserebogár a szádba. A zizeggel. Úgy te baleset történt. Jézusom. Útinfóra fel kell menni, hogy... Gázfeszt tisztázni kell. Ez igen kicsit az. Itt valami nagyon nagy probléma van. Esperaldának is mindjárt gyűjtést rendeznek itt a nézők szemműtétre, mint annak idején a nyugdíjasok, geci. Hát valaki, hogy lehet ilyen sötét, az valami félelmetes. Lalinak nem akartok izét dadogás műtétet? Vagy ilyesmi. Vagy téglának torok műtét. Ilyesmi. Csinálhatunk egy gyűjtést, érted? Ez nagyon jó lenne. Akkor a faszom van, he? Láttad na? Kinek? Hát annak a gazellának balra. Mi? Milyen hom volt? Én nem is láttam. Nagy fasza volt? Hát volt neki jár. Nem azért nem vagyok így, érted? Csak úgy szemetszú. A rúzs. Az öregnek passz kisebbi műtétre gyűjtés rendezni, mert a Los Santos-i cigán majd egy címet akarja megszerezni, de ekkora passzal nem például lehet. Például egy ásó? Egy kapa? Látok, nem tudom amúgy, hogy milyen egy pénis, Lali, de nem élnék ott, az biztos. Hát szóval az ez a földet szántunk. Nagyon, ja. Nagyon meredek ez. Főleg az ennyi, mert olyan, mint az ekehe. A felegy a szöre. Hát hogy ne bazd meg, hát GPS van az agyamban, nem, de ide kell jönni. Itt még van egy melód, öreg. Ja, de most ja, úgy gondoltam, hogy fölmondok már a faszomba. Ah, jó, akkor hagyjuk. Nem igaz, nem. Bazdok, leakadt. Nem, vigyük, vigyük. Hát jó, csak ha akarod, add le. Csak úgy nem kapsz pénzt, érted? Lehet, hogy lagul a live. Dék, ez meg nekünk jön. Most a hangokkal a fejemben arról beszélgetek, hogy... mert konfliktus adódott itt. Nem pauz. Hol? Hát, hogy a valóság tükrözi azt, hogy mi hogy beszélünk egymással, meg ilyenek. És van, aki azt gondolja, és mondtam, hogy akkor kéne gyűjtés rendeznünk, Lali, neked dadogás segítésből. Van. Szétdobjuk a lóvét. Benne vagy? Hát, persze. És utána pedig kiállsz, nem dadogva, és megmondod, hogy meggyógyultál. De igen, azt de kell, azt kell mondani, hogy ez visszással. Egy ősejtműtétre kell, és ez csak 545 millió forint. Csinálunk egy Facebook posztot. Benne vagy, Lali? Hát persze, benne hát, de akkor vagyok. A végén ki kéne, hogy derüljön az ősek műtét után. Persze. Még egyre szükségre van, van, mert sajnos nem segített neki annyi. Így van. Az Erzsének meg gyűjtünk izére. Elvonó kórára. Akkor problémá, ja. Érted. Benne vagytok? Rendben. Az igen. Mi van? Semmi nem történt. Pont elment, nem, pont nem, elfér. Nem arra mondtam, hogy az igen, hanem hogy az igen jó ötlet. Én erre gondoltam. Gábor kösz a 99-et. Szóval ezen túl kéne lendülni, srácok, mert ez többször akkor volt már téma. Jó, mi lesz? Beáztatjuk. És nagyon energiavámpír hozzáállás ezen. Szabina, kösz szépen, az nem tudom, egy szungit volt. De miért szorítol le? Gecipejű! Nézd meg, leszorít. Ez leszorított engem. Mi van? Semmi nem volt. Semmi nem volt, Joker Ágnes, várjál. Ez egy nagyon nagy pattanás, jó, Joker. Jó, elővettem a fegyvert, kinyomod, Lali, kinyomod véget. Nem nyomod. Üdj le is, csakom a fegyvert. Oda Gábor, kösz a 99-et, testvérem! Testvérem! Nem nyomom ki. Pedig az nagyon nagy. Azt elmegyünk a Mekibe után. Na jó, akkor szippkázz ki majd, ha ilyes. Te az már olyan, mint egy futball lapta. Van, szippkázz ki, mondom, ha ilyes. Mi van? Lesz valami üres, tele a film. Ez olyan, mint a Cream Turo. Turo? Cream Turo. Cream Turo. Cream Turo. Téglával mi lett a streamerek térén? Kérdezem meg, úgy nem annyira aktív. Tudom, van magánélete mindenkinek. Csak gondoltam megkérnem, ha nem para. Ugye egyáltalán nem para. Általában
Hát tudja a geci. Mit mutatta neked? Nekem nem. Szóval... Téglát... Már körbe jöttünk háromszor. Na bazd meg... Tényleg amúgy. Hát de ez itt mutatja, hogy erre menjek. Körbe-körbe. Szóval... Te jelölted, de vagy ő mutatta? Ő mutassa bazd. Én szerintem tudom, hogy hon van öreg. Csak benézted. Már egy picit most hagy gondolkodjak, mert most nagyon gondolkodok. Szóval... mindig kommunikálunk, hogy ki lenne ma, és írja, hogy van vagy nincs. Hát nyilván van magánélete, igen, de vannak új dolgok a magánéletében, stb. Az a kamionos feló, nem? Amikor ráér, akkor jön. Körbe kell menni a városba, a pénzért. Úgyhogy ennyi. Sanyik össze a 25-öt? Csabi az 50-et? És Attila 25-et testvérem. Nem, figyelj ide! Ide kell az iparban. Íhá, ott a levegőben egy Marburg volt. Nem, úgy igen, be? Igen. Ja, ide hát, kell bentre vinni. Há, nem? Há. Hát akkor már nyílod fel. Szinti, akkor össze a 25-öt. A betonkeverő mind keresi? Keverel. A keverel. Itt van előtt, itt hallja, keverel. Te is egy keverő vagy, szar keverő. Kezd a jobb most öreg, izomban. Ezt figyeld, hopp. Az igen. Te meg itt valahol, jobbra. Be. Miért kell széttörni a kerítést, a gyász verjen meg, te huligán geci! Úristenetek a mai fiatalok. Ez nem valahol. Ha igen, és akkor itt valahol jobbra. Nem? Itt te. Ez itt. Igen. Igen, geci. Hallalek vagytok, kösz szépen, Szabina, kösz a 200-at. Hát ez... Ez sima ügy. Figyelj, de nem véletlenül izé, az a nevem, hogy Tolat Ási. Tényleg? Esküszöm. Azt látom. Hát tényleg az a nevem. Márjál, mert most lesz a jó. Be kell ide játszani. Tolat Ási? Be kell játszani, mint a jugba. Érted? Nekem tudod mi a nevem, öreg? Mi? Faszop Ási? Nekem szart kapál. Micsoda? Elnézést. Nekem szart kapál a nevem, hát. Wow. Jó lesz ez, figyelj, most lesz a jó. Nem azok jel? Nem akarsz? Igen. Mit nem akarok? Tutoriált csinálni tolatásból? Igen, igen, gondoltam rá. Az igen, hát nem akartál nagyobb így ráfordulni egyébként? Na hát ez... Én amúgy álljak bőrög, én sokat izéltem. Euro Truck Simulator. Az vagy te, az mi az a te szimulátor fejű, nyugodj melled. Azért be lesz rakva. Én ismerem minden szöget, hogy kell tolatni, hát az a baj, ilyenek. Nem csak a szöget ismered, hanem a passzokat is. Ennyi volt, látod? Ja. Azt a kurva, 7574 millió dollár. 7075-öt kaptál? Dehogy lófasz, 5000-re. Az jó. Hova kellene ezt vinni? Ugye ott a leadónál, tudod? Kicsit lehetekerem az ablakot, meleg nem van. NEM á! Jó. Jelöljétek már, mert nem tudom merre van a... Geci jó amúgy ez a... Csak egyenesen. Amúgy nem arra kell gyűjteni, hanem az elvagatónak. Akkor a zöld izét hát, kellett látszatod. Lehet kérni neki pénz a projektre, hogy működő kártyát tudjanak kiadni. Faca lenne. Jobbos, he? Tudod, full telib egyenesen. Leadjuk, azt mehetni. Rosszul is vagyok annyit dolgok. Nem működik a pék! Ne! Mi? Azt a kurva! Hát kiakadt a pék, Bob, de he? Az Istenben bassza. Normálisak vagytok? Be is fosztolj. Nem, már rámúlik a szarlali! A rák a fejed! Öreg, ráesett a ablakodra! Ne! Érzem, hát! Mint egy mesztelen csigazom, porró égeti a homlokomat, hát! Az anyátokat megbaszom, normálisak vagytok? Kinyom ezt a pattanát, hogy... Miért vesztettem be számba, hát? Kimászok az ablakon. Nem, azt mondd meg, én vezettem el! Nem a baleset itt a probléma, hanem a szarahomlokomon, buzi gyerek! Ó, várjál, öreg, letörlöm, he. Szóval, srácok? Ó, elkentem még jobban vélet.
Ez nem a valóság. Várja, beletöröm a kulcsimba. Azt a... Gyere, letöröltem. Gyere, csak Joker. Ezt neked... pőke híni a céget, meperellem a faszomba. A comba van, a comba van, Lali. Várja, Joker, kinyom ezt a nagy pattanást. Lali, most lőlek le. Lelőlek, a kurva anyad. Azt a kurva, azt a szemembe bele. Bele a szemembe. Lali, hát, mi ez a fény? Aj, kell le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 l
öreg gyerek letörlöm a posta a homlokotra, a még jobb. Pusztulj már, Loli geci! Normális vagy? Gyerek, segíts föl, hát! Segíts, bácsi! Segítek! Ide jövök, megfogom a hornod alját! Gyere, hát! Menjünk innen a gecibe, mert nem bírom ezt idegileg. Hát milyen kocsi ez? A céget be fogom belelni az ombudsmannál, a szakszervezetekből bemegyek. Hát még nincs rajta pék. Hát hogy ment át a műszakit? Azt szépen beraktad, hát, te tudsz. Faszomba. Majd megtudják. Tibik összes 50-et. Meddig leszel ma? Miután kinyomtad a patalásom, sokáig amúgy. Mintha kráter keletkezett volna a homlok. Állj ki, lelelelelele! Mi van a homlokomon? Uha. Hát... Tibi, kösz szépen, Laci a 100-at, Milán az 50-et, Niki az 50-et. Mit csináltál velem? Kösz szépen. Hát én csak kinyomtam, Szabina... de kiugrott valami kis emberke belőle. Ha, emberke. Kis Jézusom! Elvitt! A öreg! A kóli baktérium a szarvó belekerült a szervezetembe. Hívok, hívok! A mérgező szar! Úristen, öreg, jól vagy? Ez mi, kaja? Kaja lehetett? Hívtam. Ó, nagyon rosszul fest. Dali, ez a te hibád. Látod, homlokon fostad az öreget és rosszul lett később. Micsoda? Mondtad, elengedtétek? Nem. Te. Ami ahogy van kedvünk. Az nem öreget. Megkérdezem, hogy jönnének-e kalózra. Megölted az öreget. De nem ölt. Szerinted mozog? De nem sok kedvem, elég fáradt vagyok. De éppen nem, de szerelmes vagyok a létre. Öreg, jó vagy? Ugye nincsen semmi bajod? Ó, nem. Ugye? Lali geci. Ez ja, hát most a kalóz is offos, mert nem tud jönni. Megsütött a félbrigád. Nem, már megkérdeztem. Besüt a nap, Lali. Homlokot. Hozzám lenne kedved? Úúúú, Gábor. Fú, de jó lenne, ha itt lennél, Gepcsi. Lali geci. Nem tudom, elég sokat streameltem most. De mit csinálhatok? Kivette az erőt. Nem tudom, segíts rajta. Találd ki. Te barátod is, nem csak az enyém! Lehúzom itt a kis nadrágját. Állj ki, le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 l
fenekén. Jali, ez tényleg komoly. Odi akar rász... Tudod mit, elfordulok. Én ezt nem bírom. Mi a fasz csinál? Felhúzta a nadrágját. Nem. Nem nézem. Hát de most mit csináljak? Joker, hát én... Nincs is elsősegély vizsgám. Nincs. Bence közt a 175-et. De az öreget ki tudtad nyírni. De ki tudtad nyírni az öreget. Mi allergiás lenne a szarra? Lajos, hallasz? 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 A lelki ismereted vagyok. Vagyok. Mi? Megölted az öreget? Öreget. Te ki a faszal beszélsz, Lali, ha? Te miattad halt meg az öreg. Öreg. Ne, de nem miattam. A rák a gyomrod. Gyomrod. Ne, csak a gyomromat ne. Ki fogja enni a szarajukat? Lyukat? Azt mondják nekem, hogy a lákegyek a gyomrom. A pokolban fogsz elégni. 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 Remélem, ha rá kieszi a gyomrod, és tudod mit, a legrosszabbat mondom, kívánom neked, amit az öreg is kívánhatna, hogy a pokolba égjél el. Azt kívánom neked. Ezt hallottam én is. Faszodat ki fogja csapni a rű. A lelki ismeretedbe. A lelki ismeretedbe, látod? Meg a rű, hogy megcsapkod. Tényleg, megcsapkod a rű, Lali. A magodat le fogja rágni egy tetűpésze. Tetűpésze. A falnak vágott a rű. Falnak vágott a rű, le tanul, geci. Azt mondja a lelki ismereted. Igen, hogy megcsapkod a rű. Meg a lelki ismereted nem mondta azt egyébként, hogy az öreg miattad halt meg. Az öreg megbassza anyádat. Anyádat. Ah, meg azt mondta, hogy megbaszta anyámat az öreg. Ki? A lelki ismerete? És egyszer téged is? Téged is? Igen, meg engem is egyszer. Mikor aludtál? Aludtál. Én akkor megbaszott, mikor aludtál. Emlékszel, mikor fájt a segged? Segged? Baszki. Fájt a seggem, Joker. Nagyon hülyék amúgy.
beteg, Lali? Elviszik a sót. Úgy a lelki ismeretet, hát? Meg anyádat is? Amolyan. Hát igaza van, tudod mi? Hát nem tudom. Az elejénél a lelki ismereted elmondta egyébként, hogy egy szánalmas ember vagy. Ez igaz. Nem érdemled meg a barátságunkat. És nem érdemled meg azt, hogy az öreg... Hey, állj meg! Rá, tudod? Óvatosan. Nem érdemled meg. Kérem, hogy megdög lesz. Öreg, neked. Ide nyúlok a nyakához. Még van púzusa, he? Akkor szipkodd ki a púzusát, meg üljél bele neki a púzusába. Mit tudsz csinálni vele, hogyha rosszul van, Lali? Hát mondjuk lehet a cukra a baj? A cukor? Igen, cukor. Nem az, hogy lefostad. Öreg, cukros vagy? Nem válaszol, nem érted, hogy meghalt. De nem halt meg, én bízok benne. Miben bízol? Nézzél már rá! Mint a Jackson úgy fekszik itt előttünk. Nem láttad, hogy hullott össze? Ha? Menjünk Dali. A pihenni, volt ma streamben. Azt a... olyan fasza van, köszi hevég takarom. Köszi miatt, köszi be az egy gyönt. Az lesz amúgy. Nincs ezzel para egyébként. Ezt elfogom mutatni az öregnek. Elmondom. De most egyébként nem lehetnék álszent és azt mondanám, hogy vége ezt a streamben, srácok. De gecire ilyen... Az ember kedvét kurvára elveszi a sok rigya. De öreg... Borzasztó. Mondjuk... Ez lehozott az életről ez a... Igen. És mivel vigyem, karakterek között 10 év fagság meg. Kamion. Kérjük el, mi vagyunk a FBI-tól. Egyszerűen így lezsibbasztanak, bazen, mint a lidokain az óvodás gyereket, érted? Meg igaz, hogy tényleg sok stream hogyha van. Ha hallasz, akkor mozgass meg az ujjadat. Így is van jel. Egy rossz hírem amúgy. Meg még egy hírem, ami ugyanúgy rossz. Melyikkel kezdjem? A rosszal vagy a rosszal? A rosszal. Az öreg meghalt. És tudod mi a másik rossz? Az, hogy még mielőtt meghalt volna, megbaszta az anyádat. Ezt elmondta nekem. És azt mondta, hogyha ő egyszer meghal, ezt mondja már hogy remeg neki, hogy végigment a családodon, tudod? András, kösz a szubot! Megbaszta az anyádat, aztán bement a szobába, apádat is megbaszta, ezt mondta nekem. Na de most nehogy azt gondoljátok, hogy megsértedem egy ilyen fasságot. Egyszerűen így befárad az ember. Meg a negatív kritikát bírni kell. Én bírom meg, minden van is bőven elég, de néha van ilyen, amikor szenzitívebb az ember. Olyan vagyok, mintha hormonális lennék. Az úriembernek. Meg az utolsó szereket szépen kiengedi. Azt a... Utolsó szereket kiengedni, nagyon nyomás. Hát ez biztos... Úristen! Hát igaz, úriember, el tudja mondani, mi történt maga. A szelelésre megbra. Az történt, hogy a barátom a lába kergette. Itt ez, ő a bűnös, én szeretnék rendőrt hívni a barátomra. A ex... A volt... A volt barátom. Hogy történt? Ex-barátja. Ex-barátja. Igen, együtt voltunk. Kurva anyád volt. A kurva anyád volt veled együtt, te normál. Úristen! Jézusom, uram! Maradt még odában levegőt. Á, most rá kell gyújtanom, hogy jobban legyek, doktornő. Uram, jól. Rá kell gyújtanom, mert leverte a hideg a meleg egyszer, hogy megéreztem a vadhús szagot, ahogy fölém gogolt. Majdnem. Hát mondjuk ezt már elhiszem. Szemem kigumbat. Lali, hívom a rendőrséget. Ezt én nem fogom csinálni. Öreg, Lali megölt téged. Így van, Lajos. A bűnösök bűnhődjenek. A bűnösök bűnhődjenek. Véletlenül leütött téged, fostam. És mikor ez véletlen volt, elmentem, hogy szerezzek egy gépjárművet, arra jövök vissza, hogy a péniszedbe turkál a Lali. Jézusom, megerőszakolta! Főjelent! Megerőszakolta! Lajos! Erőszak tevő vagy te, szatír geci! Nem, öreg, úgy volt, hogy... Bajjászi! Összeállt a kép, ez az! Nem úgy volt, öreg, mert véletlenül a homlokon fostalak. Micsoda? Bekakáltam és véletlenül... Azt a kurva dormi! Kösz szépen! Egy emberes... Nagyon aranyos vagy, de... Ne szopassál már! Homlokon postán te kis fasz! Há? Micsoda? Homlokon postán te kis fasz! Hát... Véletlenül... Normális vagy! Csostatok az óriember! Köszönöm szépen! Honnan befostam, tudod? Aztán felborultunk a kamionnal és oda csöppent a homlokodra. Jézusom! Öreg, meg tudom erősíteni. Kösz szépen, Norbi, a 24 dollár. Ami azt jelenti, hogy fanször, tudod? Az a gyárma. Az igen, ez volt a quality. Ez a quality komédia. Megyünk a gecibe. Gyerünk! Csókolom, doktornő!
Norbi, nagyon aranyos vagy, kösz szépen. De holnap találkozunk legközelebb, mindjárt vége lesz ennek. És nem tudom mikor érek haza, de este biztosan Tali. Hétvégén meg nagyon sokat. Mi az ott a te kocsi? Hogy a faszomba ne? Ja. Ide hozta a sofőr szolgálat. Most. Látod, erre kussa a nyugdíjabból. Érted? Hallotok hát? Hallunk, ha hallunk. Ezt mi van beletek? Lóg a beletek? Lóg a belünk. Hát egy kicsit. Így, hogy megyen ez dég? Az anyáma. Ajaj, vigyázz, vigyázz! Végül amúgy azon csodálkozok, hogy te milyen egy nagy forma vagy, hogy így meg tudsz bocsátani csak a Lalinak, érted? Hát most szemet húnyog, na. Szemet húnyog. Annak, hogy leütött és megerülsz a kocsányban. Meg hogy homlokon fosod. Nem csak az volt, mondom neked. Amiről nem tudok, nem fáj. Tudod. De most már tudsz róla. Hát, igen. Ezt most ki kell gondolnom, ezt az egész ügyeket. Öreg csak az volt, hogy leúztam lesz a nadrágod és megpaskoltam a feneket. Normális vagy, Lali? Mi van? Normális vagy, kilököl a kocsiból? Lököm az autóból, ne. Láttam, hogy kilöktem az öreget az autóból. Kösz szépen, Necsi, az egy dollár. Hogy nem mondjuk egymás igazi nevét? Hát ez az IC karakter, ez megmarad egyébként. Mert úgy értem, hogy nem szoktuk igazi néven hívni egymást. Nyilván nem így beszélünk egymással, de attól még megmarad a név. Veronika, köszön 45-öt! Na, úgyhogy... Srácok, de most ennyi lesz mára, holnap találkozunk este, nagyon-nagyon szépen kösz a donációt, az, hogy itt voltatok egész nap. Nem tudom, hogy érek holnap haza, de a Residentet mindenképp folytatni akarom, meglássuk, mi lesz holnap. Testvéreim, Randy Bendy, azt a kurva pimpó, kösz szépen a 36, mi? Jézusom, fasz. Micsoda a donáció. Szóval nagyon-nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok, csá mindenkinek, jó pihenést, holnap Tali, hello. Sziasztok, hello!